Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 végigjátszásunkat Abszol résszel, amelyikben valószínűleg fognak érdekes dolgok történni. Egyrészt uh, talán el tudunk ezen lassan gyereket gyártani, hiszen nem sokára felnő a férjünk, Fülöp. Uh, másrészt pedig, ugye benne vagyunk a Bizánci háborúban, aminek viszont véget kell érnie 12 hónapon belül, hiszen uh, akkor megyünk, és ezt a No, az ember nem is csúnya. Hát szerintem pedig csúnya, de a játék szerintem nem, na mindegy. Szóval megtámadjuk ezt a jó embert, legalábbis azt hiszi a pápa. Ó, oh, várj, alapból, oda, megyünk? Mert nekem az lett volna a javaslatom, hogy foglaljuk el Valenciát inkább, de úgy látszik, hogy a pápa is így van ezzel, hogy foglaljuk el inkább Valenciát. Na most nézz a térképen, és uh, ugye az van, hogy már jó régen nem nézünk erre a részére a világnak, Szíria szép nagy, nagy területű lett, és közben Mezopotámia ott van a legnagyobb és legerősebb birodalmak között, 24 ezer katonát tud kiállítani, és szépen befolyt itt erre, erre a részre is. Aztán az arabok, nem arabok, az arabiai magyarok, azok mindig rendben vannak, Jeruzsálem is rendben van, az egyiptomiak ugye azok elég hamar meghaltak, viszont Bizánc befolyt itt a Nílus völgyébe, úgyhogy az is uh, mondhatjuk, hogy keresztény kézen van, Píza rendben van. Most megnézzétek a térképet, a vallási térképet, akkor mondhatjuk, hogy gyakorlatilag elég durván visszaszorítottuk a, az oszmán, nem oszmán, azoknak se jelentek az oszmánok, hanem az arab hitet és a, és a muszlimokat. Még itt nyilván vannak sokan, meg itt is alakulgatnak a dolgok, de itt, uh, itt például lesz az arab ez már nem igazán arab félsziget. Bár arab félsziget, mert Arábia, meg attól még másikig, meg mit tudom, hogy ott, de hogy az arab nem feltétlenül az egyik melegágya a muszlimoknak. Ettől függetlenül még nem állhatunk le, mert a pápa azt mondta, hogy menjünk valamerre, úgyhogy menjünk valamerre, és ez a Valencia ez nekem viszonylag megfelel. Ja, megszerezzük itt Valenciát, felültetünk valakit a trónra, és aztán majd ott valahogy bevazlézzeljük, nem tudom, majd kitanálom. Pedig amúgy pont lenne elég pénzem arra, hogy redirekteljem a háborút. ez, ez, ez Ezzel a gombbal. No target selected. a cool. Persia, meg ilyenek vannak itt. Nyilván az is egy jó verzió lenne. Itt az a Koramdin, az elég fura helyen van itt. Még amúgy azzal is mehetnénk. Az ezért lenne talán szintén érdemes, mert akkor Ziridet magamnak behúzhatnám. Sőt, tudjátok mit? Csak az a baj, hogy ahhoz meg ilyen nagyon sok és magas szintű pályatikkel, amiben most nem állok, zseniálisan jól sajnos. Úgyhogy... Uh, nem tudom, sok templomot építsünk? Szóval már rengeteg templomunk van, és ezzel csak a zsebébe raknám a dúdnak a sok pénzt tudjátok, a, a kis malacperselyem, házi malacperselyem. De végül is miért ne próbáljuk meg. Aki nem tudja, hogy kiről beszélek, az én drága patriárkám, akinek mindig nagyon sok pénze van. Ezért mindig, hogyha úgy gondolom, hogy kell egy kis pénzek akkor ki kiátkozom az országból, vagy kizavarom az országból. Jó, igazatok van, nem igazam van. Um, levenném az iridről ezt a dolgot. Az iridet is meg tudom verni. Igen, azért egyedül is meg tudom venni 28 ezer ember, megszerezzük ezeket a területeket, mit tudom én, és ahova inkább mehetnénk, az a Koramdin, és a Koramdinoktól megszerezni ezt a részt, mezopotámiát, így kicsit segíteni, bár mondom, nem, nincsen rászorulva feltétlenül, de azért, na, értitek, legyen egy ilyen, és hogyha újra akarom, redirektálni a háborút, akkor az 500 pályatibe kerül. De közben az is lehetne, hogy hogy a Ziridet kaut, katolikus országot csinálunk belőle, és úgy hozzuk be? Oké, oké, maradjunk itt. Oké, nem, nem változtatok többet. Maradjunk itt, maradjunk itt. Zirid, 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 Zirid. Egyszerűbb is lesz menni. Viszont előtte meg kell győzni egy csatát, illetve egy háborút. Az előbb ugye kikaptunk a királynő vezetésével, a nem is királynő, császárnő vezetésével. Kikaptunk a, a csatában Bithinában, és közben az egész streamorra kapok klémet. Az melyik terület? Ó, remek. Nagyszerű. Mehetünk a utána a Thessaloniki-be. Szerintem továbbra is szerezgeti mint a klémeket ezekre a dolgokra. Most ennek a fővárosa a Tesszalonikának hát talán mindegy is, hogy melyik. Mindkettő annak számít. Akkor jönünk Veriában, és akkor hátra kapunk az egészek klémet. Szóval, hogy amint véget ér ez a háború, meg a keresztes is, megint megyünk a, a bizánciakért. Mert ők ilyen elég buta dolgokat csinálnak, ott megcsináljon dolgokat. Nem nyerem annyira ezt a csatát, amennyire szeretném, de azért picit nyerem, szóval... Ez nice. Meg is van, illetve folytathatjuk itt a csatákat, miközben itt visszatöltődnek az egységeim. Bár talán azt meg lehetne csinálni, hogy különböző területekre elküldöm őket, hogy... Legalább ebből ne legyen gond. Abból, hogy szépen lemorzsolódnak, meg elfogy a szupplájuk, meg hasonló dolgok. Az ostromgépek, mondjuk azt hiszem, hogy erre náluk vannak. Igen, az ostromgépek náluk vannak, úgyhogy uh, majd azzal kezdeni kell valamit. Bár ezen a ponton, ugye most, amiért megy a háború, az túl nagy terület. Ezek is, meg azok is, meg mit tudom én. Úgyhogy magát az összes vorgót nem fogom tudni elfoglalni. Az kb. esélytelen. Amit meg tudok csinálni, az az, hogy... Uh... Ó, persze, hogy rátámad. Hogy ne támadna rá. Vagy legalábbis megpróbál. Amit meg tudok csinálni, az, hogy ostromolgatok. És így ennyi. Kinnél vannak az ostromgépek? Van nálad egy. Akkor te jöhetnél ide ostromolni. Van... Nálam egy, én jöhetnék ide ostromolni, Ainosba, és ezzel pedig segítem az ainos ostromot, mert ki tudja, hogy uh, ki fog megjelenni még ott. Dangerous Faction, Liberty Faction. Pont, pont őket szerettem volna. Pont rájuk volt szükségem. Oké, okay. ez újabb csata győzrem 63%-on vagyok. Itt próbálj összeszedni megint a seregeit, ami szerintem nem fog sikerülni, de azért próbáld meg, dude. Me Azt hittem megvárom, még. Uh még, még felállnak a De végül is <laughs> csórikáim még. Még toboroznak, én meg már kezdtem a, a hátukon vágni a fát. Oké, okay, legyen. Meghalt egy barátom. Prince Algo. Őt, 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 őt bírtam. Vele volt valami. Azt hiszem, hogy ő volt egy kicsit creepy nagybácsi szerűség. Elkaptuk a császát, ezzel pedig vége a háborúnak. Easy. És ezzel igen jelentős területeket szakíthatok ki a Bizáncból újfent, Bizánc veszett a fővárosát. Aminek én jelentős mértékben örülök. Koncentrálom, hogy meg fogom tartani magamnak. Amit nem akarok megtartani, azok ezek. Itt most nagyon sok... Most nagyon sok területet szereztem itt. Ezekre abszolút nincsen szükségem. Úgyhogy... Ezeket ki fogom adogatni? Ó, oh, de jól néz ki ez a, ez a vá... Nézzétek, ilyen igazi közép-európai templom. Tök jó. Church Holdings, 0.6, Piety, wow. Oké, okay, Kaszeget odaadjuk valakinek. Most szépen erről fog szólni, hogy mindenkinek, vagy kiosztogatom ezeket a területeket, sőt, valószínűleg létrehozok feljebb való címeket is. Uh, itt most el kell rendezni szépen a dolgokat, hogy aztán alapból megszabaduljak az, attól, hogy túlstak a Domain Holdingom. meg... Corvinus József, wow. Meg... Uh, meg kevesebb vazalussal kelljen törődnöm, úgymond, mert az se túl jó hír, hogyha állandóan azt kell csinálni, hogy ja, Istenem, ezzel is a baj van, azzal is a baj van, ez is lázadozik, az is lázadozik. Már pedig látjátok, annak ellenére, hogy most már viszonylag hatalmamat bebetonoztam, tehát, hogy felnőttem, meg kivégeztem pár ember talán, de az nem biztos. Még így is igen jelentősen azt mondják, hogy a nő, hát ez nem ide való. A férj még nem tud segíteni, de már tud. Uh -huh. 13 per 12, az teljesen jó. Most itt mi a helyzet? Kroáciát létre kell hozni. Rengeteg... Rengeteget fogok ezzel farmolni. Szerintem én vagyok az úrnői. Én ezt, én ezt odadnám az egészet így a kroát királyság alá. Mert... Ö, egyszerűbb lesz az életem. Ezt uszurpáljuk. Igen, és akkor legyen az, hogy te megkapod, csak a recent title-t mutasd, megkapod Slavónia, Kroéssát, azt. Nem fog tartozni senki, de azért megkapod. Te megkapod a másik kézen Boszniát. Boszniát? Boszniát? Te Boszniához tartozol, igaz? Igen, Boszniát, jó. Nem, adjuk Uzsorának. Uzsora nem szeret. <laughs> Ezek nem szeretnek túlságosan. Akkor igen, Count Mihályt fogja kapni. Szóval te megkapod Bosniát. És már csak itt kell még alkotni valamit. Vagyis még kettő van, Szlavónia. Az egyik, amit ki kell még osztanom, az menjen három közül valamelyiknek. Imre Gásper vagy József. Legyen gáspármertő ostromtábornok, bár azt hiszem végül nem fog jól tartozni. mert ezeket még berakom majd a, a király alá. Diadóra, Diadóra, te megkapod a nagy tisztséget, Dalmáciát, és az egész közül a bosnyák dúd lesz a király is. Kingdom of Croatia, így, és akkor szépen megszabadultam a problémás elemektől, de ettől függetlenül még itt van makva, vagy macsva, ezt már beszéltük streamben. Nem sikerült megegyeznem. hogy azt is uszurpáltam, a többit nem nagyon tudom. Tráki, az hozzám tartozik, azt viszont szeretném megtartani. Jó, akkor még azt kell, hogy itt Be Belgrádot kell beraknom Maku alá. Inkább berakom Macsvát, Beográd alá, mert nem tudom, hogy ki Macsvát vagy Makvát, úgyhogy... Egyszerűen csak elintézem ezt a dolgot. Mac macsva azt hiszem. Akkor ez macsva. meg Van egy magyar neve is, de abban már tényleg ne menjünk bele. Jó. Ez így teljesen jó. És így is egyáltalán több területen van, mint kéne. Van-e valahol olyan földem, amelyik amúgy nem itt a magyar terület, mondjuk Esztergom? Esztergom, igen. Tehát Esztergomot én odadom valakinek, cserébe, hogy megtartatom Konstantinápolyt és Brissist. Majd meg Kalipoliszt. Igen, tehát ez, ez, hogy ez teljesen az enyém, ez szerintem elég jó elég jó üzlet, az, hogy teljesen az enyém marad. Kontrollt nyilván nem kell növelni ezek szerint, oké. Okay. Estergom Esztergom ad be nekünk jelenleg 1.2 és 922. Koncsonyti 5000 katonát ad a személyes doménembe. Ezt csak így, csak így finoman jelzem. Esztergomnak a grófja legyen... A Jeszenszki év nem tetszik. Reginár Johán, te nem vagy elég magyar hangzású név. Egervári Csongor. Na, Tökéletes vagy, barátom. De az Egervári házhoz tartozol, egyszer majd talán leszel válogatott is. Válogatott a szövetségkapitány. Ö, ezt szegont mi nem tudom adni senkinek. Vagyis ennek a dúdnak. Egervári. Ja, ezért. Ezt mi, néha elrontom. Néha még ezt elfelejtem, hogy hogy oda kell adnom, uh, tehát ki kell pipálnom a Reason title között, akkor nem fog, nem fog az, uh, nem lesz érvényes. Jó, 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 jó. Igen, most Esztergomot elveszítjük, de cserében megkapjuk majd a Konstantinápolyi címeket. Úgyhogy majd, uh, esetleg aki nem látta, aznak mondanám, hogy uh, Instagramra kiraktam ezt a posztot, amit az, amit egy másik... Bálint királya, vagy Bálint császárral is egyszer már végigcsináltunk, vagy megcsináltam, hogy Bálint volt? Bálint volt, igen. Hogy kiraktam egy képet, hogy milyen terület róla, nem csak hogy róla egy kép, hanem festmény róla, gyakorlatilag. Egy ap segítségével festményt csináltam róla, mint egy, hát nem is középkori festmény lenne, hanem utólagosan készült festmény, de mindegy is. És csináltam egy ilyet Mártáról, és ott felsorolom az összes címét is mikortól uralkodik, és hasonló mókák. Na, te megkapod Esztergomot, mert hozzá tartozik, és most kérlek, konverzálódj. 50% az esély, hogy egyetért velem, hogy amiben hisz, az butaság. Most erre kíváncsi vagyok. Ó, oh, oké. Okay. Meg, 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 megtettem, hogy megkövetelt a haza, illetve az ura. És nincsen még beneficiary, vagy beneficiary ebben a háborúban. Rakjuk oda, ezek mind Patriban házasodó asszonyok. Te nem. Árpád Bilbajsz Ágnes. Ő nem Patriban házasodó, hanem Matriban. És van is egy fia meg egy lánya. visszai Bálint. De az már a visszai házhoz tartozik. Miért? Jó, valószínűleg létrehozod a saját házat magának. Oké. Okay. Emese. Nem. Engelbert. Engelbertről lehet szó. Engelbert sima Árpád. Ők a vörhenyes Árpádok. Engelbert, kuzinom, te leszel az, akinek odaadjuk ezt, a, a, ezt a területet majd. Te leszel itt a király, viszont valószínűleg majd be is fogjuk őt vazarizálni elég gyorsan. Jó, tehát akkor most így állunk, várjuk a háború eljövetelét. King Dezsó, Jeruzsálem. Oké, okay, kiengedek mindenkit, de nem követek Nem követek, nem kötök, követek, nem kötök szövetségeket. Vannak a börtönömön most emberek, ugye, hogy nincsenek? Ó, oh, vannak rengetegen. Na most ezek közül ugye az ortodoxokat tudom kivégezni anélkül, hogy pályat itt vesztenék, és ez ad nekem dreadet. 36 dread, úgyhogy ki is végeztük. Ő volt Krétának a királya, szóval azért az elég kemény, nem csodó, hogy olyan sok dreadet adott. Ez is 12 dread. Most kicsit ezeket bejátszogatom, hogy jobban szeressenek. Közben természetesen szvéjelem is a nagyon nagy kópékat ki a nagyon nagy kópé most? Csepel, Fitenpo! po. Elmegyünk sétálni Csepellel. Jéj. Szóval a kérdeni jobb kópi, a kópi az aragóniai király. Most nem szvéjelek senkit? De most szvéjelem. King Teodorikot, ő már nagyon szeret. Úgyhogy ő vele egy elég is lesz. Jöjjön az aragóniai király, aki... Hát annyira nem. Mikor jön a keresztes hadjárat? Disabled building in Constantinople. Oh no. Low country control in Byzantium. Ja, mert nem friss be az előfogadjunk. Tehát most fogja kijönni, hogy igazából mekkora a kontroll. Igen, Byzantiumban túl alacsony. Tehát azt mondja, hogy itt van Haga Sofia Cathedral. The face of the holy must consider this a holy site. Konstantinápoly nálunk nem számít szent helynek. Akkor le kell rombolnom komolyan a Konstantinápolyi Hága Szofiát. Replace. Na most ezeket nem adja meg nekem, ha minden igaz. The building has been disabled. Ezek nem. nem adja meg nekem. Hát jó. Akkor bye bye, Haga De lehet, hogy építjük keresztény templomként, vagy katedrálisként. Nem tudok. Nem tudom, mire le cserélni. Akkor mindegy is akkor nem tudom, most így meg kéne semmisítenem, vagy mit kéne vele csinálnom, mert nem is tudom lerombolni, úgy látom. Tehát így mondja, hogy azonra nem lesz jó, és mondom, hogy jó, akkor mit tudok csinálni? Semmit! De mit tudok? Semmit! Uh, uh Semmit nem tudok csinálni. Akkor csak gondolom így, engedjük el ezt a dolgot. Jó, Active Election, the Holy Roman Empire. Ez most jelenleg nem probléma, viszont előbb-utóbb megint probléma lesz a hr nek a kérdése és a HR-ét igen jelentősen meg kéne semmisíteni. Nagyon sok presztízsem van, úgyhogy a remove fogom választani, 10.000 a majd. Most úgy is azt tervezem, hogy én fogom vezetni a keresztes hadjáratban a hadsereget, úgyhogy uh, úgy szerzem, hogy presztízt. Meg most is amúgy elég sok presztízsbe jött ezekből a területétrehozásokból. Egy ideig most nem aggódom amiatt, hogy ez nem probléma jelenleg. Egyrészt ő a főörökösöm, Orbán a 73 éves, Uh, másrészt pedig, tehát minden terület így is úgy is hozzá menne, és ő nyár, álnyerésre a HR -e címéért is. Tehát nem lenne az, mint az, el, az nem tudom hány ezelőtt volt, kettővel ezelőtt volt, hogy, uh, hogy a területet, mert más volt az, aki, akit a HR és meg akartak választani, és más volt az, aki az én főörökösöm volt. Úgyhogy ja. Jó, ez így rendben van. Meghalt a tanácsomban Jakob, ő volt a lotaringi király, 12. május 39-én, 62 évesen, akkor ő nem valószínű, hogy be... Hát mondjuk azt mondja, a sérülésébe halt bele, de ez nem hiszem, hogy hozzám köthető. Kristina, a német királynő jöhet ide, Spymasternek egész jó Spymaster. Jobb lenne Marshallnak, de Spymasterből viszont nincsen jobb a lehetőségek közül. Ransomot megadjuk. Meg ki kell még végezni embereket? Végülis nem kell, mert most mindenki kicsit nyugiban van. El, Elmenjek-e bulizni? Ez egy jó kérdés. Végülis ez jó lehetőség arra, hogy presztist farmoljak. Uh, nem akarok elhízni viszont. Jó, talán csak még egy buli belefér. Legyen. It's fine. És már boldogan üdvözölnek is. Uh, Itt Alia még mindig ugye ott van a lehetőségek között, csak most már megint nem támadhatom meg azért, mert... Mert indul a keresztes hadjárat, és érdekes módon a keresztes hadjárat kb. az összes létező háborút, amit elkezdesz, az invalidálja. Ó, nálam van Jeruzsálemi király? ah, hát ez tök menő. King Dezső, az én foglyom. Természetesen kiengedem, mert nem vagyok pöcs, mint a Jeruzsálemiek, akik ellen nem jönnek háborúba. Hát ez nem egy jó klém, de mindegy is. Veriára, akkor menjenek légy Tessalonikire. Onnan ott próbáld meg, ott próbál meg haladni a dolgokkal. Mikor kezdődik a hadjárat? 14 nap múlva. Akkor itt az ide létrehozni, itt egy gyülekezési pontot. Ezt szépen átrakjuk Ide. És akkor csapathatjuk is. Jön a zene! Nem jön a zene? Jön a zene. Crusade for Valencia. Deus volt. Nem nekezt, amikor az emberek, ezt mindig el fogom mondani. Nem nekezt, amikor az emberek, hogy kivetjék a Deus Vult, hogy meg PC kultúra. <laughs> Fuck you. Nem vették, itt van. Itt van-e? Istenem, mindegy. Nem, egy uh, folytassuk a háborút. Uh, és vagyis kezdjük el a háborút. Legyen egy rézol, nyomok egy, egy olint. Miért is ne? És innen tudunk haladni tovább meg kéne kezdeni az építkezéseket amúgy a, ezekben a holdingok, az összes holdingban. Most gyorsan elindítom az építkezéseket, hogy végezzenek vele, mire hazajövök a háborúból. Tegyük fel, hogy még nem mentem el a háborúba. Technikli de, mert technikli már ott vagyok szerintem valamelyik sereg él, élén. De most tegyük fel, hogy nem. Tordán nem sokára elkészül. Konstantinápolyban azért lehet elég sok mindent építeni. Felpestjük polis van egy Ditches, élesben nincs mit építeni. Igen, még nem készült el az upgrade, vagy a, az új technológia. Egy ilyen pastoral A technológiailag most hogy is haladunk? Hungarian culture. Most fogjuk rájönni, hogy hogy kell, hogy kell menő kastélyokat építeni. Jó, oké, adom. Szuper. Tehát hol vagyok? Melyik seregélén vagyok én? Do your almighty queen. Egyikén is se. Hoppá! <laughs> hát itt mi történt? Harmadik Bartolo, Bart Bart miő? Um, ez egy érdekes divat. És én hiszek benne, hogy a keresztes hadjáratnak az a lényege, hogy abban hiszünk, hogy Isten velünk van, és hogy, uh, és hogy minden tömegvét. De azért ez talán kicsit túlzás. Ez a so, rokon, Pálóci, Pálóci nevű srác. Jó, hát... Uh, próbáld meg. Viszont én kinevezem magam, mondjuk ennek a seregnek az élére. Hol vagyok? Hol vagyok? Ennyire lent vagyok? Ennyire rossz a... ...az a férjem? Uh, nem is. Jó, meg fogom keresni. ott vagyok. Elvileg az egyik sereg élén vagyok. Fogadjunk, hogy itt valamelyik élén. Ott vagyok ki ott vagyok. Nagyszerű, hát tök jó helyre raktál. Amúgy ez jó lesz végül is. Mondjuk ezt egyben tartjuk, és ez lesz egy nagyobb ütőképes seregecske. Dombocska. Judge wheels. Something something with the sinners. Absolutely. Várj, nem én vagyok az irányító. Most már én vagyok az irányító. Az gépek nálunk vannak? Kizárólagosan? Vagy vannak máshol is? Itt is vannak még ostromgépek. Jó, akkor ide viszont egy ostrom tábornokot is szeretnék kérni, akinek az lesz a feladata, hogy ő vigye a párhuzmos ostromokat. Tehát mondjuk itt uh, Vilája of Lajárát, Lajára ostromát ő vigye. Hát a Bartömi azt lehet, hogy én nem küldeném be a, a csata közepébe. Én értem, hogy neki mindenje is van. Jó, azt szerintem lassan. Hoppá, azt ott el kéne kapnunk. Szóval értem, hogy ő, ő ilyen nagyon hisz, meg bátor, itt tudom én, de azért mindenek van határa. Közben lemegy az pénzünk mindjárt 100 ezer forint alá. 24 ezer ember, hoppácska! Azért az elég sok. Be kell segítenem itt majd. Az ostrom 57 napig tart. Na most kérdés tényleg, hogy ezek rám fognak-e támadni, mert úgy tűnik, hogy elkerülnek. De azért nem szabad biztosra venni. Onnan is jön támadás. Ó, oh, valószínűleg itt egyesülnek. Megvan ez az ostrom, utána felmegyünk ide. És végre szintet lépett a piétánk. Frakció, frakció létrejött, tasnád.ban. Miért így adott ki a Tasnádot? Mindegy. Nem mindegy, amúgy jobb lett volna, hogy egy er erről lehet közvetlenül rákattintani. Ja, elkészült a tasnád, mint olyan. Ah, a tasnádi kastély. Viszont ezt ki kell adnom valakinek igaz, mert most ilyen megint felmentem 13 per 12-re. Szóval odaadom egy alacsony nemesnek, és ettől függetlenül... Nem, az már nem az enyém. Akkor attól még segítek a felépítésében, bár szerintem nem kapok érte semmi extrát. Na most jön értem, ez a sereg. Remélem igen. Izgatottan várom. 9000-es, gyere ide ostromolni Malagomba, ami hosszú ideig fog tartani, mert egy elég nagy erőd, és itt én pedig rá tudok támadni. Jön egy kis utánpótlás is ki tudja, hát ha elfogy az erő, meg a craft. De aztán utána... Meg is, meg is a mahikolinációkat, vagy micsodákat. Most hát tudjuk, hogy működnek. Ez a kultúra dolog. Úgyhogy az új dolog, amit én szeretnék, az egyen cranes, mert teljesen fölösleges. Building construction time. Unlocks all late medieval economic buildings. Jó, annyira nem fölösleges. Jó lesz az. És most elvileg a nagyváratban megnyílt az, hogy ezt eljem. Meg az összes olyan helyen, ahol nem tudtam már semmit építeni, most fel tudom upgradeelni ezeket. Mondjuk itt azért még lett volna mit. Mindegy is. Ezzel pedig elérjük a legmagasabb szintű épületet. Kraszna is elkészült, azt hiszem ez is egy új hely. Ezt is oda kell adnom egy alacsony nemesnek. Ez egyenlőre nem zseniális ez a csata, de majd nem megérkezek én. Mondjuk az elég para, hogy így viszont nem én fogom irányítani a csatát szerintem. Mert rosszul hangoltam össze a seregeknek a... az érkezését. Tehát a Barty átvette a szerepet. Tudjátok az, akit mondtam, hogy hagyjátok. Hagyjátok őt inkább arra, hogy ő ne csináljon semmit. Ő ragaszkodik hozzá, hogy de. Ő fogja megyen nekünk ezt a háborút. Ez, ez, azért kicsit para, mert én szerettem volna a saját magam vinni ezt a csatát. De most érdekes módon Fame, Devotion, ezeket ő kapja meg? Nem, én kaptam meg a 865-t, mert az előbb 1300-on álltam. Tehát megkaptam én a csatából származó dolgot, mert ott voltam. Nem a csata irányítója kapja, tehát a tábornok, hanem elég, hogyha csak részt veszek a csatában. Na és amikor ilyet mondok, akkor nyugodtan lehet válaszolni, mert ez egy egyértelmű kérdés. Nem pedig back, uh, backseat. Tehát egyértelműen feltettem egy kérdést, hogy mit gondoltok, srácok? Mi az Isten történt itt, mi a vihar ennek a logikája, és akkor elmondjátok, hogy balás ez azért van, mert így van. Mert hogy ez meg az, meg az, és ez egy mechanikus, és meg így, te okosak vagytok. És mindenki boldog. De én a legboldogabb. Oda kell még menni ostromolni, meg oda. Ezek megint próbálnak egyesülni. De most már hát megérkezett mindenki más is a háborúba. Úgyhogy valószínűleg nem fog sikerülni, főleg, hogy 80%-on állunk. Meghalt Kristina. Ő az egyik, ö, német volt? Igen, a germán királynő Kristina halt meg. Elég jó spymaster volt, de annyira mégsem. A skót király mennyire jó kancellár lenne. És a a norvég király meg egész jó spymaster, úgyhogy akár csináltunk egy ilyen cserét. Itt lesz igaz? 13-as volt, jól emlékszem. Ott van-e. is és akkor kancellárnak jöhet be Valorum, vagy kicsoda. Harmadik Kalum 32-es diplomácia, az azért, az, ke az, kemény. Most nézem, hogy Hakonnak nem is kéne benn lenni ebben az egészben. Mert ő nem is nagyhatalmú vazalus. Van egy nagyhatalmú közül, aki szintén jó lenne masternek. Mondjuk Teodrik, igen. Úgyhogy akkor még egyszer csere, bocsi, nem csak elgülhettél abban a székben. De... <laughs> minden jó lesz. Ott van-e? Swap. És uh, ide Stewartnek pedig be tudom hozni Uri Ó, oh, hogy ezek mind ilyen ostobák a dologban, a dologhoz. Hát nem örülök. A Spy most annyira nincsen szükség. Szóval, Teodrik, hogyha jó Stuart, akkor visszajöhetne. Teodrik, gyere vissza, nem gondoltam komolyan. És, és akkor itt pedig maradja, vagy itt pedig lecseréljük Hakont a Bohém királyra. Mindegy. Teljesen mindegy. 9 Spy Master mondom, annyira nem számít, mert most már annyira nem, nem igazán áskálódnak ellenem. Az hogy a Spymasternek eléggé láthatatlan a feladata, tehát hogyha minden jól alakul, akkor nem is látod, hogy ő bármit is csinál. És ezért kicsit nehéz is lekövetni, hogy mi az Isten történik. Hogy most akkor ő csinál valami érdemleges dolgot, vagy annyira nem? Most mi van? Hoppá, ott jön egy nagyobb sereg. Oké, okay. ők vajon elmennek mellettem? Emellett az ostrom mellett? Remélem nem. Iszkinek hangzik az, hogy... Uh, az, hogy megtámadnak. Egyébként... Uh, ja, ezt most megveszem, és kisebb lesz az esélye, hogy megölnek a csatában. Jéj! <laughs> jó, rám, rám támadnak! Oh -oh. Annyira mégsem jó! Annyira mégsem jó! Nem fognak odérni időben, az a segítség nem fogod élni időben, sajnos. Mert most nagyon nagy... Nem is indulunk olyan nagy hátrányban. Mi ez a hihetetlen nagy? Ja, 1500 emberre jött először. Oké. Okay. De jönnek a többiek is, a mindkét oldalról úgy látom. Még innen jön talán 7000 ember, nem vagyok ebben biztos. Nem, nem jön, ez a max. Hát akkor ez viszont egyszerű lesz. Csepel mindenkit el, bűvöltő ugye a kutyám. Itt pedig... A kuzinunkat levágták a csatában, amúgy. András Árpádot. Szóval itt pedig megszereztem a klémeket. Erre, Tessalonikára és Veriára. Úgy látszik nem sikerült szerezni a rendes klémet. Ráskára kéne. Bár Ráskára meg Boszniára most vannak szerintem klémjeim. Hogy nézem csak. Ja, áll a seregem. Franc. Szerintem elvileg erre vannak klémjeim, mert azok a királysághoz tartoznak a dejure klémekkel majd idő után tudok menni. Amire nincsen dejure klémom, az mondjuk Epirus. Úgy Epirus lesz a következő. Amire, amire, rakok valamit. Mondjuk ide. Metszovóra, mit tudom én. Metszovó, persze. Remekül hangzik. Csatát itt simán nyerjük. És akkor ebből kíváncsi vagyok, mennyi jön be belőle. és 2100, 7700 és 2100. És most, hogy megnyerjük a csatát, így lesz ebből... 9000 és 3200. Oké. Okay. Egy kis jó. Ez volt a mostani csata. Igen. És 2070 fém és 1000 devotion. Jaj, ez elég jó farm. Írtátok is, hogy ez... Ez igencsak hasznos tud lenni. A farmolásokra. Ugye megijedtem, azt hittem meghaltam. De nem, nem haltam meg. Hú, Oké, okay, megnyertük a... Megnyertük a dolgot, és King Ernő. Ki az a King e Ki a tököm az a King Ernő? Ő nem Árpád. Ő nem az, akit én akartam. Are you fucking kidding me? Ezért ment a háború? Nem ezért? Te rohadák. Te utolsó szemétláda. Te rohadt császár vagy miatt tökön vagy. Te, te pápának is rossz. Te 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 te, 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 utolsó. Szavaim sincsenek. Pápaság szégyene. Nem baj. Akkor majd megoldom én magam. Szereztem most elég piétát, szereztem elég presztíst. Ahhoz, hogy például HR-ben remove-oljuk a lót. Bye! Uh, választásos rend. Yep, tízezer presztízs. És most már ez is csatlakozik a normál öröklésekhez. Illetve Ziridnek azt tudom mondani, hogy, Hé, hey, emlékszel rám? I'm back, Jó, hogy nem tudom mondani, mert nem vagyok még Paragon of Virtue. Egy picit kellett volna még vinni ezt a háborút, és én lettem volna Paragon of Virtue. Nem tudok elmenni uh, pilgrimásra 46-ig, tehát még 6 évig. Oh, Oké, okay, remek. Akkor mi lenne, ha jönnénk ide? Mondjuk itt egy kis, rövid kis háborúcska az adna a piétát, nem? Excommunication war against Khan la Ja, mert te is ortodox vagy. Ha, katolikus vagy? Wow. Akkor a Golden Hill ellen, mit tudom én? Oda egy Dutchy csókolom. 80 pejti de talán kapunk is érte. Hát most kiderül. Mindenesetre köszi a figyelmet, meg a háborút, nehogy azt higgyétek, hogy beleszólhattok, hogy ha jó tanácsot adtok. <laughs> Ez nem így működik. Uh, megpróbálunk innen farmolni némi piétát, és uh, találkozunk itt holnap, és megnézzük, hogy hogyan sikerül ez a terv. a figyelmet, epikus zenével búcsúzom, sziasztok!